Magyarország problémáit nem ez a térség fogja megoldani. Így fogalmazott híradónknak az ellenzék korábbi külpolitikai kabinet vezetője Orbán Viktor türk tanácsba való szereplésével kapcsolatban. Szent Iványi István szerint ugyanis a csoportban egyedül Törökország számít komoly partnernek gazdasági szempontból Magyarország számára. A politikai elemző úgy látja, a keleti nyitás stratégiájához jól illeszkedik a türk tanácsban való részvétel, az energetikai szakértő pedig arról beszélt, az energiahordozók szállításával kapcsolatban felmerülnek bizonyos kérdőjelek. Tisztelt elnök urak, az elmúlt időszak globális fejleményei viharosak voltak. Az európai politika súlyos kihívásokkal néz szembe Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök a türk tanácsban arról beszélt, az most a kérdés, hogy mi Európa érdeke, a világgazdaság blokkosítása, vagy a globális összeköttetések fejlesztése. A blokkosítás az európai-orosz gazdasági együttműködés szálainak elvágását és a keleti gazdasági kapcsolatok korlátozását jelenti. A másik irányzat ebben a vitában, az, ahova mi magyarok is tartozunk, az erősíteni akarja az együttműködést, és egymásra utaltságban lehetőséget lát. Ezek közül az országok közül azonban Szent Iványi István szerint egyedül Törökország számít komoly partnernek gazdasági szempontból Magyarország számára. Az összes többivel nincs igazán jelentős gazdasági kapcsolat, és a távolság miatt, meg az összeköttetések hiánya miatt nem is nagyon lesz. Magyarország nagyon erőlteti, ezért kisebb-nagyobb üzletek köttetnek, de lényegében Magyarország problémáit nem ez a térség fogja megoldani. A politikai elemző úgy látja, a keleti nyitás stratégiájához jól illeszkedik a türk tanácsban való részvétel, miközben Orbán Viktor nyugaton mérsékelten találta meg a szövetségeseit. Türk tanácsban lévő országok többségére azért úgy tekintetünk, mint ugye posztszovjet országokra, amelyekre Oroszország és hát jelenlegi putyini vezetés nagyon nagy hatást gyakorol. Így nyilván azért ezekre az országokkal jóba lenni, az majdhogy nem azt jelenti, mint hogyha ugyanúgy Putyinnal kerülne egy asztalhoz az ember. Az energetikai szakértő szerint energetikai szempontból a keleti nyitás első lépése az azeri zöld áramprojekt bejelentése volt 2022-ben. Ezt követték az olajjal és gázzal kapcsolatos üzleti kapcsolatok. Ez mind a kettő nagyon érdekes és nagyon jó, mert diverzifikáció, csak felmerülnek a logisztikai kérdések, hogy hogy fog ez az olaj és földgáz eljutni Magyarországra, hogy a földgázban csak egy vezeték van, az pedig a török áramlat, azzal a vezetékkel, Isten ne adja, bármi történne, mint az északi áramlattal, akkor a diverzifikáció semmit nem ért. Balog József szerint ráadásul csak kis mennyiségekről van szó. Olajban maximum az ország egy havi olajfelhasználásának megfelelő mennyiség érkezhet a térségből.